Szevasztok srácok, ez itt újra az Épp is fel, és a mai epizódban elérkeztünk egy nagyon fontos bejelentő adáshoz, hiszen a LEGO ebben a pillanatban leplezte le a következő Nintendo IP-ját, a Super Mario-s termékcsalád után kapni fogunk Zeldás. Hát nem vagyok benne biztos, hogy termékcsaládot, eddig egy készletről van szó, de hogy hogyan is néz ki ez az egy készlet, ami igazán nagy készlet, ugorjunk is bele, nézzük meg! A készlet egyszerűen a Great Deku Tree 2:1 nevet kapta meg. A 2:1 arra vonatkozik, hogy nem csak egy videójáték alapján lehet összeépíteni ezt a készletet, hanem két Zelda videójáték alapján tudjuk összeépíteni ezt a bizonyos fát, és hát itt a képernyőn már láthatjátok is, hogy például ez a Breath of the Wildból az előtti, a 2017-es Zelda videójátékon alapul, ami látszódik is, hogy ezt a tavaszi színeket kapta meg, tehát rózsaszín levelei vannak ennek a bizonyos fának, de egyébként nagyon szépen fölismerhető, hogy melyik fáról is van szó, szóval, ha játszottatok a videójátékkal, akkor ez a fa elég ismerős lehet számotokra, szerintem tökéletesen elkapták a száját és még azt a kis bajuszkáját is, itt van a szemöldöke is a fának, és hát ami a legizgalmasabb, a Super Mario-s termékcsaláddal ellentétben a Zeldához kapni fogunk minifigurákat is, nem mini dollok, nem építhető figurák, normális minifigurákat fogunk kapni a Zelda készletünkhöz. Hát először is itt már láthatjátok, hogy kettő minifigura van, itt van Link, és természetesen Zelda hercegnőt is megkapjuk, ugye ez a 2017-es outfitjükben láthatóak ezek a minifigurák, jellegzetes kard van a kezében, a pajzs is nagyon ismerős lehet, és hát igazából a könyv is a kezében a hercegnőnek egyértelműen fel lehet fedezni, hogy mi alapján is készítették el ezeket a figurákat, és láthatjátok, hogy gyakorlatilag nem csak a fát kell összeépíteni, hanem egy dioráma-szerű építésről van szó, hiszen hozzátartozó kis extra fákat is tudunk építeni, sőt, építhető karakterek is vannak ebben a készletben, tehát nem csak minifigurákat kapunk, hanem még építhető karaktereket is, például itt az oldalán láthatjátok az ismerős arcokat, itt fönn is van egy-kettő, és egyébként szerintem nyomtatott alkatrészsel ellátott kiegészítők is vannak benne, legalábbis így első ránézése nekem annak tűnik, de nézzük is meg a dobozát, hogy látjátok is rá van írva, Great Deku Tree 2:1, tehát a Breath of the Wild és az Ocarina of Time alapján lehet összeépíteni, ugye az Ocarina of Time az azt hiszem 1997-es volt, de direkt megnéztem, még egyszer megnézem, 1998-as videójáték, tehát kétféle verzióban tudjuk összeépíteni ezt a fát. Ez a fő oldalon látható, hogy a Breath of the Wild alapján készült el, 77092-es kódszámú a készlet, és 2500 alkatrész található ebben a bizonyos készletben. Na de, ezt a készletet ugye 2:1 lehet összeépíteni, van egy második verziója, az Ocarina of Time alapján is össze tudjuk építeni ezt a fát. Látható, hogy nem annyira kiterjedt fáról van szó, látható, hogy az arca is már más, mint az előző verzióban. Eleve megváltozott a lombkoronája, itt nyári színekben láthatjuk ezt a bizonyos fát, és hát igen, az arca is az előbb is mondtam nektek, teljesen megváltozik, viszont a minifigura felhozatal is megváltozik ehhez a készlethez. Legalábbis ebben a formájában. Látható, hogy itt Linket a régi outfitjével kapjuk meg, a klasszikus zöld Link ruháját kapjuk meg, ugyanaz a haj, ugyanaz a sisak, vagy ez a sapka rajta, szerintem egészen jól néz ki, és hát itt is ugyanúgy, mint az előző esetben, itt is vannak építhető karakterek, és egyébként ebben a verzióban még Linknek a háza is benne lesz ebben a verzióban, és azért látható, hogy itt már más pajzs társul hozzá, más kard társul hozzá, és egyéb egészen menő kis kiegészítők vannak ebben a készletben, látható, hogy itt van a kis kuckója, itt lehet akár főzögetni is, látható rajta, hogy ez már egy másik outfites, tehát ez már ugye a Breath of the Wild Link verzió, és hát ugye abban a játékban eléggé lehetett craftolni, és hát ez gyönyörűen be van mutatva, például ennél a LEGO készletnél is, de például egy pók is ki tud jönni ebből a fából, szerintem ez a karakter is ismerő számotokra, és egyéb egészen menők is, érdekességek is el vannak rejtve ebbe a verzióba, viszont az Ocarina of Time-hoz nem csak egy Linket fogunk kapni, hanem kettő Linket, lesz egy gyermekverzió Link, és egy felnőttebb verziós Link, tehát kétféle Linket, összesen három Link lesz ebben a készletben, és egy darab Zelda, összesen négy darab minifigurát fogunk kapni ez a készlethez, plusz az építhető karakterek is itt vannak, hogyha azokat is beleszámoljuk, és egyébként a doboznak a hátoldalán gyönyörűen látszik is az, hogy itt van az Ocarina of Time alapján, ez a zöld lombozatú fa, és a hozzátartozó kiegészítők, még a Breath of the Wild-hoz itt van ez a tavaszi lombozatú fa, sokkal szélesebb és egyéb rá jellemzők is részletekkel van tele építve, 35 cm széles az Ocarina of Time, és 39 cm-es a Breath of the Wild, és egyébként a magassága is mind a kettőnek nagyon hasonló, az Ocarina of Time az 35 cm-es, vagy 33 cm-es, még a másik az 31, szóval egy picivel alacsonyabb, ám de sokkal szélesebb kiállítási darabot kapunk.
És hát igen. Egy új IP-ról van szó, nagy készletről van szó, egyedi minifigurák vannak benne. Sejthetitek, hogy ez nem egy olcsó készlet, de én azért nem számítottam arra, hogy egy 122 ezer forintba kerülő készletről van ebben az esetben szó. Oké, hogy 2500 alkatrész van benne, oké, hogy új IP, oké, hogy új minifigurák vannak benne, de 122 ezer forint egy picit túlzása ez a készlethez. A másik érdekessége viszont az, hogy már elő is tudjátok rendelni, szóval ha nem tudtok várni, akkor már most rácsaphattok az előrendelés gombra, viszont csak szeptember 1-én fog megérkezni, szóval ez még nagyon messze van, szeptember 1-én fog megjelenni ez a bizonyos készlet, és egyébként itt a leírásban nekünk még az is ide le van gyönyörűen írva, hogy pontosan milyen kis kiegészítők vannak, milyen részleteket tudunk beleépíteni, és egyébként, hogy akár össze is tudjuk kombinálni azt a két verziót, tehát nem vagyunk ahhoz kötve, hogy csak ebben a két verzióban építsük össze, hanem még más Zeldás videójátékokból is lesz benne különböző kis easter egg, úgyhogy hát minden Zelda rajongónak szerintem ez egy egészen jó kis választás lett. Másik kérdés már az, hogy hát azért abszolút nem olcsó készletről van szó, úgyhogy irány a komment szekció, srácok, mondjátok el a véleményeteket, hogy nektek hogyan is tetszik ez a vadonatúj készlet. Ha tetszett ez a bejelentő adás, a lájkokat ne felejtsétek el, ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, tudjátok, hogy mi a teendő, mi pedig találkozunk a következő adásban. Szevasztok!